Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai alkalommal az Imagine logóba megírjuk életünk első igazi programját, de mielőtt ezt megtennénk, fölhívom a figyelmet erre a linkre. Mindenképpen érdemes ezt a videót megnézni, mert erre építem a mai munkánkat. Ma először megismerkedünk a kiír parancsal, amivel nagyon fontos információkhoz fogunk hozzájutni. Utána áttekintjük, hogy milyen tulajdonságai lehetnek egy teknőcnek, illetve a teknőc által rajzolt vonalnak. Aztán megismerkedünk már igazi programozási alapfogalmakkal, majd zárásként elkészítjük a négyzet programját. Hát akkor kezdjünk is hozzá, indítsuk el a logót. És először akkor a ki parancssal ismerkedjünk. A ki parancs a kiír parancsnak a rövidítése, és szövegeket, illetve szavakat vagy teknőc állapotokat tud kiírni ide az írólapra. Tehát nézzünk először egy szót. Ki szóköz idézőjel nyílik, mondjuk PC, és akkor ez a válasz itt meg is jelent, tehát kiírta magát a parancsot, és aztán magát a szót, amit kiírattam vele. Ha több szót akarok kiíratni, mondjuk Imagine logó, ki szóköz, idézőjel, imagine, szóköz, és minden szó elé sajnos ki kell rakni a kezdő idézőjelet, logó, és akkor... Igen, úgy látszik, hogy ez a régebbi, a Comenius logóban ez így működött, itt nem. Akkor másik megoldást mondok rá. Ki szóköz, szögletes zárójel nyílik, imagine, logó, szögletes bezárva, most enter. És akkor a szögletes zárójel közötti részt ő írta. Na, ami sokkal izgalmasabb lesz, innentől kezdve nekünk nem kell fejben számolnunk, mert a logó az mindent megcsinál helyettünk. Tehát a ki parancssal számolni is tudunk, ki szóköz mondjuk 5, szóköz csillag, szóköz 8, azaz 5x8, és ki is írta az eredményt, hogy 40, de ilyen összetett matematikai műveleteket is meg tud oldani, tehát a zárójeleket is figyeli és helyesen használja. És akkor nézzük az eredmény 4 bizony, mert ugye először az összeget képezzük a zárójel miatt, 5 meg 3, 8, osztva 2-vel, az bizony 4. Na, milyen teknősz tulajdonságok vannak? Hát a teknősz tulajdonságának számít az, hogy ő hol van a képernyőn, mik a koordinátái, illetve merre néz. Ha még emlékszünk a múlt alkalommal, a képernyő egy koordinátarendszer, a függőleges tengely az y-tengely, a vízszintes pedig az x, és ebben a koordinátarendszerben egy számpárral, tehát az x és az y számegyeneshez tartozó értékkel egyértelműen meghatározható, hogy hol a teknőc, ezt a számpárt hívják koordinátának. És itt vannak a nevezetes irányok, tehát amikor a teknőc így fölfele néz, akkor a nulla fok felé néz, persze itt bármerre nézhet, a vízszintesen néz mondjuk jobbra, akkor az 90 fok, és akkor ezeket most ki is, meg is nézzük. Hát először kiadjuk ezt a parancs sorozatot, hogy ez a teknőc valami olyan helyre menjen, amit nem tudunk pontosan, hogy ő most hol is van. Kiadom ezt a parancs sorozatot. Nem ezt, elnézést. Hát most nem tudom, hogy ez a teknőc hol van és merre néz. Erre van a kiparancsom, ki szóközhoz, és akkor kiírja a pozíciót. Először mindig az x koordinátát írja ki, tehát a nullához képest a mínusz irányban 20 helyen van, illetve az y tengelyen fölfelé 50, tehát mínusz 20, 50 koordinátán van. A koordinátákat külön is kiírhatom, tehát ki szóköz x poz, és akkor kiírja csak az x koordinátát, de hát ha a poszt írjuk, akkor mind a kettőt kiírja, szerintem az inkább használható. És az irányt, ki szóköz, ki irány, na ezt elírtam,
király. Írja, hogy 180 fok felé néz, tehát ugye a nulla fölfelé van, lefelé van a 180. Ezeket a pozíciókat, ezeket parancsként is lehet használni. Ha azt mondom, hogy poz, és felkiáltójelet teszek mögé, akkor ezzel azt mondom, hogy én most nem lekérdezem ezt a pozíciót, hanem beszeretném állítani, és mondjuk beírom, hogy 50, szóköz 150, enteltütök. Oké, egy dolgot még elfelejtettem, hogy ezt a listát a szögletes zárójelbe kell írni. És akkor ő a teknőcöt be a pozícióba vitte. Igen ám, de az aktuális pozíciótól a teknőc húzza a vonalat. Tehát, hogyha én szeretném úgy pozícionálni, úgy elhelyezni a teknőcömet a képernyőn, hogy ne húzzon vonalat, akkor előtte érdemes a toll fel parancsot kiadni, tehát tollat fel, enter, és akkor hoz felkiáltójel, szögletes zárójelbe beírom, hogy mondjuk mínusz 150 és mínusz 300. Tehát lekerültünk a mínusz 150, mínusz 300 pozícióba. Jó, hát a vonal tulajdonságok azok a következők. A vonalnak lehet színe, mintázata és vastagsága. Körülkép. Körülkép. Akkor állítsunk be egy mintázatot, mondjuk egy ilyen szaggatotra. TM felkiáltójel 1-es. A vastagságot állítjuk 10-re. TV tollvastagság szintén felkiáltójel 10. És a szint mondjuk középkékre, a középkék színe az a 9, tól szín TS 9, és akkor most húzzunk egy 30 hosszú vonalat, nem, egy 200 hosszú vonalat, előre 200. Ja igen, ez érdemes lerakni a tollat, tollat le, és akkor most hátra 200. Tehát mi most húztunk egy 10 pixel vastagságú vonalat, ami kék színű, és hát itt most folyamatos. Ez azért látszik folyamatosnak, mert olyan vastag a vonal, hogy vastagabb, mint amilyen közök vannak közte, ezért ezt most egyes vonalvastagsággal megismételjük. Először letöröljük a lapot. Tollvastagságot egyesre állítom, és most megint előre 200, és most jól látható, hogy szaggatott vonalat rajzoltam. Vonal mintából 0-tól 4-ig lehet kiadni a számokat, a többi az nincs értelmezve, tehát így tudok eltérő vonalmintákat létrehozni. Hát én most visszaállítom 0-ra a folyamatos vonalra, tol minta felkiáltójel 0, és törölkép. Kérdezzük le a vonal tulajdonságokat, tehát ha én most vonalat húznék, milyen vonalat kapnék ki? Szóköz TM, ugye most nem beállítom, hanem lekérdezem, tehát nem kell a TM mögé fölkiáltójel, tehát a mintám az nulla. Akkor ki? Szóköz, toll, szín, a toll szín az kék. És akkor nézzük a vastagságát, ki? Szóköz TV, tehát toll vastagság, az pedig egyes. Hát akkor a kiparancsal számoltunk, megállapítottuk a teknőc pozícióját, helyzetét, illetve a vonal jellemzőket. Ezek a színek használhatóak. Na akkor most rátérünk már a programozási témakörre. Egy-két alapfogalom. Tehát algoritmus. Műveletek meghatározott sorozata, melyek véges számú lépésben egyértelmű, értelmes eredményt adnak. Tehát meghatározott műveletek sorozata. Tehát, hogyha én most kávét szeretnék inni, első művelet, hogy bedobom a pénzt az automatába. Második művelet, hogy kiválasztom, hogy én most kávét, kapucsinót, kakaót, vagy mit szeretnék inni, tehát megnyomom a kávégombot, és utána megnyomom, hogy kész, tehát nincs több dolog, erre ő el fogja készíteni. Először kidob egy poharat, utána beletölti a kávét, aztán elérhetővé teszi.
Most viszont, hogyha a sorrend nem ez lenne, ő mondjuk először kiönti a kávét, és utána dob poharat, akkor ő minden utasítást végrehajtott, viszont én mégse leszek boldog, mert nem tudom meginni a kávémat. Tehát nagyon fontos, hogy milyen sorrendben érkeznek a parancsok, illetve hogy értelmesek legyenek. Tehát az algoritmus, a műveletek és adatok sorozata, mely az eredményhez elvezet. Na, az utasítás viszont a gép számára értelmezhető művelet. Tehát én most itt a logó előtt ülve mondhatom a teknősnek, hogy hozzá nekem egy dobos tortát, tehát ez így magyar nyelven teljesen értelmezhető utasítás, viszont ő ezt nem tudja végrehajtani, mert erre ő képtelen, a logó környezet erre nincs fölkészítve, viszont ha Skype-on rendelek a cukrászdából egy dobos tortát, akkor azt meg fogom kapni, de hát akkor ez nem a logó parancs, tehát ez itt most nem utasítás. Tehát utasításnak azokat a műveleteket nevezzük, amire a teknőcünk föl van készülve. A program viszont az nem más, mint az algoritmust megvalósító gépi utasítások sorozata. Tehát amikor én kiadom a megfelelő utasításokat, megfelelő adatokkal, megfelelő sorrendbe, és ezt én betáplálom a logónak, akkor az egy program. A tesztelés viszont a program próba futtatása, hogy tényleg azt csinálja-e, amit szeretnék. Hát most akkor először fogalmazzuk meg a négyzet algoritmusát. Az algoritmust azt mindig rendes emberi nyelven fogalmazzuk meg, tehát úgy, hogy ha valaki nem ismeri a programozási nyelvet, vagy nem is tud programozni, az is értse, hogy miről van szó. Tehát a négyzet algoritmusa az úgy hangzik, hogy menj előre 100 lépést, fordulj jobbra 90 fokot, 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 és akkor megrajzolja a teknőc a négyzetet. Ez tehát az algoritmus. Amikor ezt a gép nyelvén fogalmazom meg, és a keretrendszerben rögzítem, az így néz ki, ezt ő már végre fogja tudni hajtani. Hát akkor ezt most megtesszük. Ez az ikon, ilyen kis csomagoknak néz ki, ez az intéző, a Imagine logó intézőjének ikonja, ezzel tudom kinyitni a programozási panelt. Illetve el is tudom tüntetni vele. Nagyon fontos mindig, amikor programot írok, hogy ez a kék ez ne ezen legyen, ne a lap egyen, hanem mindig a főablakon legyen, mert különben nem lesz eredménye a munkánknak. Tehát a kék a főablakon van, elemek, eljárás hozzáadása. Én most egy négyzetet szeretnék rajzolni, tehát ezt a nevet adom neki, hogy négyzet, és nyomok egy Enter-t. Erre ő létrehoz egy ilyen zárójelet. Ez a zárójel az eljárás szóval kezdődik, és a vége szóval záródik. Na, ide a két szó közé, amit én beírok, az lesz maga a program. Hát akkor írjuk be ezt az utasítás sorozatot. Hát én ezt most csak így bemásolom. És megnyomjuk az OK gombot. Ezzel a keretrendszer tudomásul vette, hogy itt van egy új program, ezt úgy tudjuk futtatni, hogy beírjuk a nevét. Négyzet. Enter, és meg is rajzolta a kék négyzetünket. Hát akkor most módosítsuk ezt a programot. Megint az intéző ikonjára kattintok. Itt most az eljárásoknál ezt a pluszt megnyomom, és itt van a négyzet programom. Duplán rákattintok. Mondjuk én szeretném, hogyha ő ezt a négyzetet nekem mondjuk egy 10-10-es vastagságú vonallal rajzolná, tehát beírom, hogy TV felkiáltójel 10, és mondjuk szeretném, ha piros színű lenne, nézzük meg, hogy a piros színhez melyik szám tartozik, bocsánat, itt följebb van, az a 12-es, tehát beírom, hogy tol szín felkiáltójel 12, és akkor leokézom, becsukom a programablakot, és beírom még egyszer, hogy illetve letörlöm a képernyőt, töröl kép, és beírom még egyszer, hogy négyzet, és most meg is rajzoltam piros színnel 10 vastagsággal a négyzetet.
Hát azt is megtehetem, bár ez nem javasolt mindig, de most hasznunkra lesz, hogy átírom ezt a programot, a négyzetet, hogy ő egyből egy képernyőtörléssel kezdjen, hogy nekem ezt ne kelljen előtte kiadni. Törl kép. És mondjuk, hogy legyen valami változás, a tollszín az meg mondjuk legyen négyes. Oké. És akkor nézzük a négyzet programot. Letörölte a képet, és átrajzolta a színnel. No, hát a házi feladat a következőképpen néz ki. Készítsétek el ennek a lépcsőnek az algoritmusát, az majd beírjátok a szövegszerkesztőbe, és utána pedig illesztétek be a logó kép eredményét, ugye Alt Print Screen-nel le tudjátok fényképezni az aktuális ablakot, és akkor a képernyőképet be tudjátok alá tűzni. Az lenne a kérésem viszont, hogy amikor ezt a képernyőt lefotózzátok, akkor ez a programablak legyen nyitva, és itt a négyzet programja az legyen tehát a program is legyen látható, hogy ne kelljen sok fájlt megnyitnom. A második feladat az már csak szorgalmi, tehát aki megcsinálja ennek a keresztnek is az algoritmusát és a programját, hát annak nagyon fogok örülni, és nagyon könnyen fog ötöst kapni majd a hónap havi jegyre informatikából. Hát köszönöm szépen a figyelmet! A jövő alkalommal a paraméteres eljárásokkal fogunk foglalkozni, amikor majd könnyen át tudjuk méretezni a beprogramozott síkidomjainkat a logóval. Köszönöm a figyelmet!